Nagy Károly, hazai informatika történeti gyűjtő és örökségvédőt a Najman Társaság informatika történeti fórumának egyik alapítóját, és nem utolsó sorban az idei egyik Najman díjazottat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mikor kezdődött ez a gyűjtőmunka? Hát ez már egy nagyon régi történet, 25 éve gyűjtöm a számítógépeket, és 10 éve rendezek ezekből kiállításokat. És miért fogott hozzá annak idején negyedszázada ebbe a gondolom hatalmas munkába? Hát ezt nehéz így megfogalmazni. Én mindig gyűjtöttem valamit, tehát valahol a van. De a szakmámból is adódik, hogy informatikával foglalkozok 89 óta, és láttam, hogy nagyon gyorsan eltűnnek ezek az eszközök, nagyon gyorsan csehélődnek, és úgy gondoltam, hogy ezeket meg kell menteni az utókorban. Igen, az örökségvédelem, ez egy nagyon fontos Abszult dolog. értékmentés. És ezek szerint ez kevesek fejében fordult meg? Akkoriban igen, de most már hál' Istennek nagyon sok fiatal bekapcsolódott ebbe a gyűjtőmunkába. Mi volt az első gép? Amit berakott, behelyezett ebbe a gyűjteménybe. Biztos hát, em... tudja, becses darab lehet. Ha jól emlékszem, akkor egy IBM XT volt az, az az első személyi számítógépek egyike. Utána pedig jött a többi. Hát itt ugye elindul a lavina, és akkor nincs megállás. Elkapja az embert a gépszé. Ez egy tudatos gyűjtőmunkát jelent jelentett az évek során? Már kezdett bizonyos dolgokra ráállni, így kell elképzelnünk? Hát igen, én a személyi számítógépek kategóriáját gyűjtöm. Tehát a ismertebb neveket mondjak, a Commodore 64 ZX, hát az sokan és ismerjük, és társai. Igen. de sok kevésbé ismert márka is van a gyűjteményben. Mekkora volt ez a fejlődés? Hogyan lehetne leírni, amit az elmúlt 25 évben történt, és aminek nincs vége, mert gondolom most is tart? Hát ez, ezt nem is tudom, nagyon nehéz így megfogalmazni. Vilgésznek volt-e egy nagyon találó hasonlata, hogyha az autóipar így fejlődött volna, akkor ma az autók fél deci benzinnel mennének 100 kilométert, és hasonló. Az ára pedig pár lenne csak. Tehát óriási volt, szinte Hatalán, robbanásszerű az a az fejlődés. Felfoghatatlan nagy fejlődés. A régi dolgokhoz, a mai fejlesztők hozzá tudnak még nyúlni, tehát az alapokhoz, a korabeli számítógépekhez, illetve hát azokhoz a berendezésekhez. Ő, ma már egyre kevesebben. Ő, tehát mondjuk, mondjuk egy, nem is a PC-s kategóriában, mondjuk egy mágnes szalagot, egy régi nagygépes mágnes szalagot ma már nagyon kevesen tudnának beolvasni. Egyáltalán van ilyen? Van, van még ilyen. Szegeden, képes? Szegeden van az ország egyetlen informatika történeti gyűjteménye, a Szegedi agójába. Ott még ilyen hatalmas szobányi nagy számítógépek is megtalálhatók. Esetleg néha megkeresik önöket azzal, hogy be kellene olvasni egy mágnes szalagot, vagy ez csak ilyen demonstráció, szemléltetés, kiállítás? Valahonnan előkerül valami érdekes dolga, amit é, szeretnének bol, megismerni. Volt példa. Igen, a Szegedi gyűjteményt már megkeresték ilyen igényel érdeklődés egyébként ez iránt a gyűjtemény iránt meglepően nagy. A kiállításaimat Újpesti Művelődési házban tartottam sok kiállítást, és iskolai osztályokat folyamatosan hozták. Tehát 15-20-25 osztály meglátogatta ezt a kiállítást. Gondolom, a gyerekek rácsodálkoznak. Nagyon tetszik nekik. Nagyon ez a 10-15 év közötti kohősztály élvezi ezeket. Ki is a lehet ezeket próbálni? Tehát működőképesek? Igen, vannak, vannak közte. És tudják még használni a gyerekek? Egyáltalán el, el, föl hát, tudják fogni? Ugye ma már <laughs> egy tenyérben elfér minden. Hát meg kell mutatni nekik, vagy el kell indítani egy játékot, és akkor a játékokkal már tudnak. Na, de milyen Lát játékok szóval voltak akkoriban? komodó 64-es játékokat imádják a gyerekek. Nagyon szeretnék. Az volt a pingpong, ugye? jó jól emlékszem, pong. pong. Igen, pong. Igen, igen. Igen. igen, igen. És ezt imádják? Igen, igen. Ez egy jó hát dolog azért, mert igen. ugye ma már nem ez megy. A pc számítógépek mellett más is kerül került ebbe a gyűjteménybe? Hát van egy másik profilom is, az a fotótechnika. Fényképezőgépek, filmfelvevő, gépek. Ez, ez a másik hobbim. tehát Hát mi? valahol kapcsolódik a kettő egymáshoz. A fotózással régebb óta foglalkozom, már 15 éves korom óta fényképezek, és itt is úgy indult el, hogy hát legyen minden kategóriájú fényképezőgépből egy, de aztán a lavina itt is elindult, és most már több mint 300 fényképezőgép. Ja, tudom, hogyha most megint azt kérdeznéd, hogy mekkora volt a fejlődés, akkor ugyanazt tudnám mondani, mint a számítógépeknél, hogy hát, óriási. Igen, ugye ma, ma már mindent meg tudunk csinálni a mobiltelefonnal. Tehát már fényképezőgép se kell, számítógép se kell, magnó se kell, se kell, csak a fényképezőgép, vagy a mobiltelefon, bocsánat. Mekkora ez a gyűjtemény? Hány ezer, vagy hány száz darabos nyilvántartja ezt? Hogyne, hát van egy honlapom is, ahol mind megtekinthető. Leltáhozva 2000 fölötti tegy van. És ahogy kiderült a beszélgetésből, ennek soha sem lesz vége, gondolom én. Hát most próbálom visszafogni magam. De nem lehet, mert ez biztos valami nehez, megszállottság kell, de jó ilyen. értelemben Abszolút. természetesen. Vannak-e hiányzó darabok ebből a gyűjteményből, úgy a számítógép, mint a fonó, fotóvonalon? Hát végtelen sok. Azt nem lehetne elsorolni. Amit most szeretne leginkább beszerezni, van ilyen? Hát a kezdet-kezdetén a, a világ az első személyi számítógépnek az Altair 8800-at nevezi. Ilyen nem nincsen, ezt Amerikában lehet beszerezni. Ide-haza hozzá lehet férni még értékes darabokhoz? Hitkán, egyre hütkában, de azért felbukkannak És még értékes darabok. Neten vagy? Teljesen kiszámíthatatlan, vateren, lomtalanításnál munkahelyi selejtezéseknél, vagy van úgy, hogy ismerős, vagy valaki megtalálja a honlapomat, és megkeres, hogy itt van egy ilyen cucc, nem vinném el. Hát gondolom örömmel megteszi. Igen. A gyűjtő munka mellett ugye, ahogy kezdtem, és az informatika történeti fórum egyik alapítójaként is elismerték a munkáját. Igen. Ez egy fontos fórum, kik használják mennyien. Hát ez a Neumann János mennyit Társaságon belül alakult az a informatika történeti fórum, és ennek a kitűzött célja, hogy a informatika emlékeit megőrizze. Itt olyanokra kell gondolni, hogy például a szakma nagy öregjeivel videóinterjúkat készítettek, és most már egy hatalmas videótár rendelkezése, ahol az öregeknek a történeteit, élményeit meg lehet hallgatni. Milyen az érdeklődés ezen komoly. oldal iránt? Komoly, komoly. És előadásokat is tartanak az Óbudai Egyetemen, rendszeresen vannak ilyen szakmai előadások, ahol a szakma nagy nagyöhegjegyei elmesélik a élményeiket, a történeteiket. Ezért a munkáért, amiről az előző percekben beszélgettünk, kapta ön az idei egyik najmandíjat. Nagy Károly volt a szombat reggel vendége. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam Köszönöm meghívást. szépen a meghívást.